örömmel vettünk részt Hargita megye meghívására egy Open Days-es rendezvényen, ahol az ifjúság témakörét jártuk körbe. Ez egy nagyon szerteágazó téma lehetőség. Én elsősorban az előadásomban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye részéről a munkanélküliségre, illetve a munkahelyek problémájára igyekeztem felhívni a figyelmet. Most folyik a régió bizottságában a kohéziós politikákról folyó párbeszéd. Meggyőződésem szerint, hogy a munkanélküliség problémájára, illetve az ezzel szorosan összefüggő fiatalok elvándorlására, amely Hargita megyének is nagyon komoly problémája, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is nagyon komoly problémája. Tehát erre a kérdéskörre a kohéziós politika jelentheti a megoldást. Azoknak a kohéziós politikáknak a továbbvitele, továbbfejlesztése, finomhangolása, amelyek eddig is jó eredményekkel működtek a régióban, az egyes megyékben. Hiszen alulról jövő kezdeményezések valósulhattak meg, olyanfajta programok indulhattak el, például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is egy munkahelyi paktum keretében az ifjúságot, a hátrányos helyzetű ifjúsági csoportokat, romákat be tudunk vonni ezekbe a képzési és átképzési programokba, és ezzel segítségével is remélhetőleg otthon, szülőföldjükön tudjuk őket tartani, hiszen ez egy nagyon komoly demográfiai kihívás is mindannyiunk számára, nem itt terelődjenek a falvaink, gazdasági erőben megerősödjenek a városaink, a településeink. Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat itt ebben a rendezvényben, és egy olyan fajta partnerséget is elfogadtunk a rendezvény végén, illetve megfogalmaztunk, amely azokra az Európai Uniós politikákra igyekszik építeni, amelyek eddig is jó gyakorlatokat és komoly eredményeket hoztak. Például ilyen sikertörténet az Erasmus programoknak a története, amelyek lehetővé teszik, hogy a fiatalok tapasztalatot szerezzenek, világot lássanak a régi középkori céhlegényekhez hasonlóan, megismerkedjenek más emberekkel, más kultúrákkal, de menjenek haza, és ezeket a tapasztalatokat otthon hasznosítsák. Legyen ez akár egy jó szakma, egy jó kézműves szakma, vagy egy értelmiségi pálya, és meggyőződésem szerint ott érezhetik jól magukat, ott lehetnek a gyökereiknél a fiatalok, ahol születtek, és ez szeretnénk segítséget nyújtani a régió bizottsága eszközeivel, az önkormányzati lehetőségekkel, illetve hát európai politikákkal. Egy olyan együttműködést fogadtunk el, amelyben folytatjuk ezt a párbeszédet, kiterjesztjük lehetőség szerint minél több megyére, minél több régióra. Nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen a jelentéstevők a régió bizottságában Borboly elnök úr, az Európa Parlamentben is Bocskor Andrea magyar képviselőasszony, illetve hát az uniós biztos is, Narozsis Tibor, ugyancsak az ifjúságpolitikáért felelős. Így remélhetőleg össze tudjuk erőinket adni, és jó gyakorlatokat tudunk meghonosítani Európában, illetve a Kárpát-medencében is.